Ez hazánk első atomreaktora, 1959 óta működik Budapesten, pontosabban Csillebércen. Kutatási célokat szolgál, de a reaktort üzemeltető MTA Energiatudományi Kutatóközpont kapcsolata az atomenergia alkalmazóival is szoros. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke Lovász László szerint az itt dolgozók szaktudása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy például a paksi atomerőmű működhessen, a központ pedig az Országos Atomenergia Hivatal műszaki szakértő intézményeként végez fontos feladatokat. Süli János szerint az, hogy az Országos Atomenergia Bizottság már az 50-es évek első felében megalakult, majd 1959-ben megvalósult a kutató, később pedig a műegyetemen az oktató reaktor is, jelzi, hogy Magyarország már korán az élvonalba került az atomenergetika békés célú alkalmazása terén. Számos magyar tudós vált a tudományág meghatározó alakjává, Magyarországon pedig kezdetektől rendelkezésre állt az a tudás, amelynek eredményeként Pakson 4 olyan blokk épült, amely minden tekintetben megfelel az elvárásoknak. Ezt a tudást véleményem szerint mindig is ösztönöztük, hogy ez meg tudjon maradni. Ez mindig is nemzeti érdek, hogy legyen olyan partner, olyan tudós szervezet, kutatószervezet az országban, akihez mindig lehet fordulni, és ha bármi vitánk van, akkor megalapozottan lehet az ő tudásokra számítani. A paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembehelyezéséért felelős tárca nélküli miniszter utalt arra is, hogy éppen 10 éve, 2009. március 30-án 95,4%-kal szavazta meg az országgyűlés azt az előterjesztést, amely megteremtette a két paksi blokk építésének elvi lehetőségét. A munka zajlik, olyan blokkokat építünk, amelyek 60 évig garantálják Magyarország olcsó, időjárástól független és széndioxid kibocsátás nélkül termelő, biztonságos kapacitást, fogalmazott Süli János.